kívánok! Hallható vagyok. Hallható vagyok? Oké. Okay. Igen, most már kezd. Tehát jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Fantasztikus rendezvény, és tényleg elismerés, hogy nagyjából akkor a tudomásom szerint most végig is a logopédiai szakma csúcsrendezvényéről beszélünk. És megtiszteltetés társszakmaként itt lenni önök között. Az eladásom meglehetősen misztikus címet kapott, és ezt okkal tettem, mert azt gondolom, hogy elég misztikus változások történnek a szakmánkban, most több eszembe beszélhet, ez alatt értem a saját szakmámat és a logopédiát egyben. Engedjék meg, hogy az eladást az utazás analógiája a köré építsem, és ugye mindannyian szeretünk utazni, tavasztal jön a nyári tervezgetés, és szeretjük az utazásunkat biztonságban tudni. Tehát tudom, kevesebb vannak, akik ilyen túlélő túrára mennek, de hát alapvetően szeretjük azt, hogy ha ezek az eladás diák jönnek majd. Tehát szeretjük, hogyha utazásunkat biztonságban tudjuk, de a biztonság nem csak az utazásra vonatkozik, akár vonatkozik a mindennapi életünkre. Azt szeretnénk tudni, hogy amikor bejöttünk ezen az ajtón, és reggel felébredtünk, hogy logopédus vagyok, vagy fogszabályzóorvos vagyok, akkor ez az a szakma, amiből nyugdíjba is megyek, de tudom, hogy hogy néz ki a napom, tudom, hogy mit várjak mondjuk egy ilyen rendezvénytől. Viszont ha az utazást teszünk, nem mindig alakul úgy a dolog, ahogy szeretnénk. Van, amikor rosszabb az idő, megbetegszik a gyerek, rosszabb esetben csődbe megy az utazási iroda. És valójában ezekhez a szituációkhoz szeretnénk hozzászokni. Valójában, vagy legalábbis alkalmazkodni. Tehát szeretnénk majd olyan utazásra invitálni mindenkit, ami egy kicsit kilép a komfortzónától. Tehát megismertetni azt, hogy mi zajlik éppenséggel a fogászaton belül, az orvosláson belül, ami érinti a jövőnket is, nem? Nem feltétlenül egy gombás utazásról beszélni, ami meglehetősen pszichodelikus élményeket okoz, de elképzelhető, hogy lesznek emberek, akik másképp mennek ki az ajtót, tehát más gondolatokkal az eladás végén. Tehát fogszabályzó orvos vagyok, és az elmúlt, mondhatni jó sok évben, sok minden érdekelt, ami a fogszabályzás okaival foglalkozik. A szakmám nem igazán tudja az okokat. Érdekelt az állkapocsizület, foglalkoztam az állkapocsizülettel, aztán arcaszimmetriákkal, beletanulgattam bizonyos testterápiákba, és aztán most ott tartok, hogy azt gondolom, hogy ki kell lépni a szájüregből, tehát egy funkcionális fogszabályzást hirdetek, egy funkcionális fogszabályzási definíciót hoztam létre, és ezt megismerjük, hogy miért. Alapvetően azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk, tehát a logopédia és a fogszabályzás kapcsolata volt magasabban, volt langyosabban, de most elérkezett egy olyan pontjára, amikor ez egy új dimenzióban fog újjászületni. Tehát végülis egy új dimenziót mutatok be, köszönöm be biztonságérvet, hogyha az utazás analógiát veszünk. Három részről fogok beszélni, három témát érintek. Az elsőben az, hogy a fogszabályzás hogyan jutott el egy határig, és hogyan ismerte fel a saját határait. A másodikban az, hogy ez a bizonyos alakulás, amikor a fogszabályzás felismeri, az együtt kell működnie másokkal, hogyan hoz változást változásra, ami nem feltétlenül mindig pozitív változás a kis stabil vagy stabilitás váró életünket tekintve, és a harmadik rész az pedig, hogy milyen jövőképet tudok felmutatni. Tehát mi van akkor, hogyha éppen becsekkolunk, és kiderül, csődbe megy az iroda? Kiderül az, hogy az az utazási terv, amit elterveztünk, hogy hova fogunk utazni, szálloda, autóbérlés, az nem úgy alakul. Tehát az a hitrendszer, amiben hittünk, az kicsit elvesztett a talaj találvalról. Tehát valami ilyesmiről szeretnék beszélni. Tehát én fogszabályzóorvos vagyok, fogakat szabályozok. Önök logopédusok nyelési zavarokkal foglalkoznak. Mondhatjuk azt, hogy az emberi test vagy szervezet különböző patológiáival. Ugye? Tehát azt mondjuk, hogy azt határoztuk meg, hogy választunk egy szakmát. Mikor gyerekek voltunk, megkérdezték tőlünk, hogy mit szeretnél csinálni. Jó esetben, ugye mindenki szakmákra jön, az azt mondtuk, hogy szeretnénk embereknek segíteni. Jó, de hát pontosan, mit szeretnénk csinálni? Hát, és akkor gondoltunk egyet, kiválasztottunk egy területet az emberi testen. Készítettem évekkel ezelőtt egy ilyen karikatúrát, hogy
hogy elég önkényesnek tartom ezt a fajta választást, hogy az rám döntünk a fogakra, amilyen járnak az állkapcsolat, és rosszabb esetben az állkapcsizület is. És ez így van az általános orvoslásban is. Tehát úgy tekintünk az emberi testre, hogy vannak különböző területek, különböző önálló igazságokkal. Ugye? Tehát van egy kardiológus egészsége, logopédik egészsége, szájüregi egészsége, fogszabályozási egészsége, szabályossága. És ebben a rendszerben, ha valami hiba van, az a következő okok miatt valósul meg. Ugye? Domináns a genetikai, vagy valamilyen külső ágens, vagy valamilyen fertőzés, rossz szokás helyek, üzemi szakmákkal legalábbis érinteti. És ezt úgy lehet lefordítani a fogszabályozás nyelvére, hogy meghatároztunk különböző patológiákat. Tehát azt mondjuk, hogy van egy, ami úgy tudjuk, hogy norm, okklúzió, és aztán minden, ami nem norm, azt nem norm, az valamilyen patológiás okklúzió, mondjuk bal okklúzió. És ennek megvan a rendszere, a fogszabályozás jelenlegi definíció, amit tartalmaz, fogok és arcok malformációval foglalkozik. Tehát ha ránézünk egy arcra, mondjuk ezt azért vettem példának, mert az Amerikai Fogszabályozó Szövetség legújabb újságában van egy esetismertetés, egy teljesen így kinéző esetnek az ismertetése. Tehát ha ránézünk egy ilyen arcra, akkor mit mond ma a fogszabályozás? Azt mondja, hogy ez egy genetikai hiba, gyakorlatilag felnőttről beszélünk, tehát ez a csont már nem fog nőni, ez egy csontozati elváltozás, tehát egyik oldalon rövidebb az állkapcsolat felhárulása, a másik oldalon hosszabb, kondilár és hipoplázia bal oldalon. Tehát mi a megoldás? Fogszabályozás és állcsontbűtő. Ez ma, amit csinálunk. És mi a mögöttese? Tehát miért indikáljuk ezt a bizonyos kezelést? Természetesen a páciens jöhet úgy, hogy őt ez zavarja esztétikailag, lehet esztétikai motiváció, a fogszabályozás. Egyébként túlnyomó többségben esztétikai motiváció, mert történik manapság. És aztán van egy másik, ami egyfajta régi gyakorlat, régi dogma. Azt mondjuk, hogy malformáció. Ez nem jó. Ez eltér az átlagostól, és ennek különböző következményei lesznek. És természetesen a paciens, hogyha elkezdjük neki sorolni a következményeket, tökéletesen meg tud ijedni, és alá is írja meg egy mik azok, amikkel mondjuk manapság meg lehet fenyegetni egy pacienst? Ugye klasszikusan, hogyha nem norm okklúzió van az illetőnek, hanem mal okklúzió, tehát fogazati anomáliája, fogazati patológiája, akkor itt vannak azok a klasszikus tételek, amiket megemlít a fogorvos, hogy egy éven, öt éven, tíz éven belül nagy eséllyel bekövetkeznek ezek, hogyha nincsenek szabályozva a fogak elvesztése, állkapocsizeti probléma, rágási probléma, rágásmennyisége, fogszorosodás, fogány probléma, és egyébként is, hogyha nem tökéletes a harapás, akkor visszamozdulnak a fogak. Ugye? Tehát ezeket ismerjük önök is, tehát vannak ezek széles körben ismert kifejezések. A kérdés az, hogy ezek igazak-e? Tehát ugye ezeket régi gyakorlatként a fogszabályozó orvos neki szegedi a páciensnek, páciens ezek után mit tehet szerencsétlen, aláírja a beleegyező nyilatkozatot, fogszabályozás, fogszabályozás plusz foghúzás, fogszabályozás plusz műtét. Tehát a kérdés az az, hogy ezekkel a tételekből, amiket itt felsoroltunk, mi igaz? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmelyik sem igaz. Tehát alapvetően megfordítva is megkérdezhetjük ezt, hogyha valakinek norm okklúziója van, vagy mondjuk fogszabályozás után beállítanak neki egy ideálisnak tűnő anatómiai viszony, az mondjuk megkíméri őt attól, hogy állkapcsolati problémája. Egyáltalán. Törvényszerű az, hogy valakinek egy kvázi nem engedélyes harapásából állkapcsolati problémája legyen. Egyáltalán. Nincs a szakmai evidencia mögötte. Ugyanez igaz a fogelvesztése, ugyanez igaz a fogály problémára, tehát egy torlódott fogazatot is simán kézen lehet tartani megfelelő fogsejem használattal, vagy akármilyen megfelelő fogkészülési dolgokkal. Tehát a kérdés az az, hogy akkor mi is szabályozunk fogat. Tehát miért, milyen alapon, milyen jogon beszélünk emberekkel, mondjuk egy fogszabályozó kezelésén. És azt kell, hogy mondjam, hogy nincs válasz ebben a pillanatban, tehát legalábbis a főcsapás, a mainstream fogszabályozás a mai napig használja ezeket az érveket, anélkül, hogy erre evidenciával bírnánk a szakirányának tekintve, mert közben pedig ugye megjelent az, hogy kozmetikai fogszabályozás, tehát első
hat fogat szabályozottnak, tehát az, ami már egyetlen is tűzik céljául, mondjuk arra már rendbe hozzuk. És a kérdés az, hogy az a kezelés jobban visszamozdul, mint amelyet beállítják N1-be, és a válasz az, hogy nem. Hiszen a torlódások, visszalakulások vizsgálatai leüzöntöttek, hogy minden képes visszalakulni, függetlenül, hogy kozmetikai kezelésről, vagy pedig egy teljes rehabilitációról beszélünk. És van közben még egy nagyon fontos dolog, ha már itt az evidence-based medicinát, hogy bizonyítékokon alapuló orvoslást említjük, egy nagyon alaptétel. És ez pedig az, hogy a kezeléssel járó mellékhatás nem lehet nagyobb, mint a kezelés elmaradásából várható következmények. Ez semmi újdonsággal nem, teljesen logikus, de akkor a kérdés az az, hogy ha mondjuk egy paciens arc aszimetriával jön, harapási problémával jön, garantált egy problémája lesz, és hogyha nem, van-e jogalapja, vagy evidence-based alapja, hogy ne kivegyünk egy tétálcsontos műtétől kombinált Fox-Wilder kezelésre. És egyébként is, hogy tarthatóak ezek az érvek, hogy az anatómiai eltérés alapja a genetikai. És a helyzet az az, hogy a Fox-Wilder szakma ebből a komoly identitás problémában van, szerintem nincs egyedül, mert egy olyan dogmarendszer, amiben értünk, gyakorlatilag fordul. Hiszen majd kitérek arra, hogy a genetika és egyéb kérdések már gyakorlatilag a fogszabályozáson kívül meg lehetett cáfolva. Van egy másik dolog. Látszólag most hirtelen máshonnan húzom ezt a tételt be, a hortolás kérdését. Ez egy elég népszerű, sokat publikált kérdésé vált. Emberek elalszanak holandőrök, végzési kimaradásaik vannak éjszaka, jó zsitványsallam, akinek már papírja van, legalábbis komoly feltételek kell, hogyha a hortolásunk mondjuk ilyen súlyos feladatba érkezik. Tehát a horkolás egy népszerű, sokat publikált témává vált, és a különböző horkolást korrigálandó, vagy korrigáló témák között felmerül a fogászati készülékek témája is, hogy hogyan lehetne mondjuk szájüregi horkolásgátlókat alkalmazni. Hát így, hogy most nem tudom mennyire látszik távol, ez a szürke bigyó, ez egy olyan készülék, ami éjszaka az alsó ácsontot előtartja. És hogy miért? Azért, mert hogyha az alsó ácsont előre jön, akkor elemeli a nyelvőköt, tehát kinyitja a légutaknak ezt a retrofaringális részét. És akkor kialakult egy fogszabályozási felfogás, hogyha ez igaz, tehát hogyha a horkolásnak az egyik terápiája az, hogy az alsó ácsontot előre mozgatjuk, akkor miért nem alkalmazunk ezt rendszeresen a fogszabályozásban, miért nem nézünk úgy rá egy páciensre, most nem az aszimetriákról beszélek egy picit, hanem úgy általában azokra leginkább, akinek hátul van, rákapcsol, hogy előre állnak a felső fogai, mert így a klasszikus megfogalmazás, páciens nyelven legalábbis. Tehát mi a helyzet akkor ezzel? És nagyjából két dolgot tanít ez a légút specifikus fogszabályozás, a felső fogív tágítása, az alsó ácsont előre mozgatása mindenképpen a légutak nyitása irányában hat. Tehát ez lenne a preferált kezelési irány. A kérdés az az, hogy akkor hogy maradtak fent nagyon széles körben olyan terápiás eljárások, amik pont ellenkezőnek dolgoznak. Foghúzás és ez a rabaív, ami a fogakat hátraviszi. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy valóságos és tökéletes szimbólum annak a káosznak, vagy legalábbis annak az identitásválságnak, ami a szakmát jellemzi. Tehát mondhatjuk azt, hogy káosz, de legalábbis változásra mindenképpen megyek az idő. Mert hogy közben történt egy dolgok, hogy egyrészt bebizonyosodott, hogy ez a genetikai dominancia nem igaz. Tehát egyszerűen a genetika nem úgy néz ki, mint egy pici csíra, ami a betonos átkörön mindenképpen meg fog valósulni. Genetika egy információ még hajlamosít, de nem determinál, nagyon nagy különbség. Tehát most már inkább beszélnek epigenetikáról, azaz a környezeti impulzusok felülírják a genetikai információt, vagy legalábbis korlátozzák és befolyásolják a megjelenését. Formálhatunk-e egy csontot felnőtt korban? Ez is egy dogma, ugye, ami alapja ezeknek a döntéseknek, hogy valakit meg kell műteni. Nem. Bebizonyosodott, ugye vannak nagyon régi növényszerességek, egy jobban használt teniszező kar, más és keményebb csontozattal bír, mint a másik. Az egy csont felnőtteknek is beforralt csontja a különböző tradíciókban, a felnőtt korban is változtatható a csontozat. És valójában vannak publikációk is, amik 60 éves páciens, alsó ácsont elromozgatása után ácsonti átépülést tudna bebizonyítani. Tehát alapvetően sokkal dominánsabbá vált az a felfogás, hogy egy-egy probléma nem csak a genetikára fogható, hanem multifaktoriálisnak nevezett.
tehát környezeti hatások és genetikai hatások kombinációja. Nagyon sok információt kaptunk az agyi és idegi kutatásokból, és a kötőszerek, azaz a fascia kutatásokból, hogy milyen szintű összefüggések vannak az emberi testben. Ugye tavaly fedeztek fel egy szervet a mezentériumban. És akkor, hogyha ez mind, pontosan ezt mind figyelme veszük, tehát figyelme veszük azt is, hogy ezek a csontok nem biztos, hogy azért vannak ott, mert így nőttek, lehet, hogy azért vannak ott, mert így adaptálódtak, akkor erre az arcra egészen másképp tudunk tekinteni. Nagyjából egy ilyen arckarakterben általában szemek sem állnak egy síkban, mert hiszen ez egy, mondjuk azt az osztopátiának nevezett, vagy a kranioszakrális terápiában használt megjelenése, vagy megjelenési vizsgálata, hogy ez fajta egy koponyai rajzolat. Tehát mi van akkor, hogyha ez azért van így, mert van egy izomhúzás a nyaki felbicentri izomban, a mellkas felől. Akkor az egész kezelésünket újraíthatjuk. És valójában ez is történik. Tehát amikor látunk egy ilyen arcaszimmetriát, ezt csak a test egészének megtekintésében tudjuk értelmezni. Nem tudjuk leválasztani a test egészének vizsgálatáról. És ha ez így van, akkor, és azt mondjuk, hogy a környezeti hatások sokkal fontosabbak, mint a genetikai determináció, akkor például nyitott harapás. Ugye beszélünk nyelési zavarokról. Nyelési zavarokkal kapcsolatban fogszabályozás irodalma bír bizonyítékokkal, vagy a nyitott harapások kezelésében, és annak stabilitásán fenntartásában a nyelv, pontosan a logopédiai kezelés milyen hatékony. Tehát a környezeti hatások felülírják a genetikai megjelenést. És hogyha így van, akkor egy fantasztikus élményhez jutunk. Valójában feloldozás nyelvünk az alól, hogy minket ez a röntgenen való csontozati méretkérés akadályozva. Valójában, hogyha ezt ahhoz hasonlítanám, hogyha gyakorlatilag kilépünk egy dobozban, egy magunknak csináltunk, és úgy kell itt kezelni az emberi testet, mint hogyha szobrázkodnánk rajta. Arról nem is beszélve, hogy amikor ez az RV-centrik, tehát ez a légutak, az ügyvevelő orvoslás, vagy fogszabályozás célba jött, akkor azt mondjuk, hogy ez már nem csak a fogakról szól, hiszen felelőssé váltunk a páciens általános egészségét. És akkor az egész fogszabályozást úgy értelmezhetjük, hogy valójában ez nem is egységes már. Tehát nem arról van szó, hogy a 900-es években meghatározott definíció szerint működik, hanem valójában van egy olyan cél, hogy a fogszabályozás általában felelős a páciens egészsége, ami nem volt eddig kimondva. Ezen kívül pedig különböző kezelési kategóriákat hozhatunk létre. Említettem, korábban vannak kozmetikai kezelések, lesznek is kozmetikai kezelések a jövőben is, de lesz egy olyan kezelés, ami azt mondja, hogy a fogak állása nem a probléma maga, hanem csak az egész test és az egész funkciós egyensúly tekintetében kezelhető. Tehát nagyjából így, ezzel a bizonyos fogjéghegyel, amit egy ország kollégám hozott létre a napig. Tehát valahol mi ezt látjuk, és mögé kell képzelnünk azokat a hajlamosító tényezőket, amik az egészet létrehozták. És hogyha ez így van, és ránézünk, mondjuk egy páciensre, ugyanazt látjuk, hosszabb felhágóág, rövidebb felhágóág, alsó középvonali, felső középvonali, arcban a felbeség, mondhatnánk, hogy ez műtét. Mi van akkor, hogyha nem? Mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ez a rövidség, ez valójában csak egy adaptáció, hiszen azt mondjuk, hogy felnőtt korát tud építeni a csont. Tehát, hogyha elkezdjük kizökkenteni a páciens a keresztszarakásból, akkor végén mire jutunk. Tehát gyakorlatilag egy teljesen konzervatív, de célrendes fogszabályozó kezeléssel ezt helyre tudjuk állítani. Ugyancsak igaz ez a klasszikusra, amikor az alsó ágycsont hátul van. Ki mondta azt, hogy csak műtéttel lehet előrehozni az alsó ágycsontot. Ha képesek vagyunk azokat az izmokat befolyásolni, meg az ágycsontot hátul tartják, valahol az alsó ágycsontot előre tudjuk hozni, vagy az ágycsont előre fog csúszni magától. Tehát valójában a fogszabályozás eljutott arra a pontra, hogy felismerje, hogy önmagában lehet mindenféle agresszív eszközzel kezelni, de van egy másik út is. És ez az út valójában egy összefogásról szól, amikor mi nem egy dolgot kezelünk, hanem egy csapat részeként. Második rész. Volt-e olyan történet, hogy pontosan vannak olyan filmek, amik arról szólnak, hogy emberek elindulnak egy úton, bekerülnek valami dzsungelbe, és nem mindenki érkezik meg. Tehát egy ilyen thrillerről beszélünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy létezik ilyen thriller a szakmák között is. Tehát amikor abból indulunk ki, hogy szükség van egy együttműködésre, akkor addig még eljutottuk, hogy oké, hát a felnyaki tájékon tudjuk, hogy mik azok a külső
körülmények, ami befolyásolják a genetika megjelenését, tehát a fogazati arceltérések, légzési problémákkal járhatnak együtt, nyelési, rágási izomzat egyensúlyával, hangképzéssel, és hogy alapvetően a szegés testtartással. Jó, eddig eljutunk, de hogyan tovább? Tehát hogyan tudjuk ezt rendszerbe szedni? Tehát először is elindult egy folyamat, itt most nem elméletről beszélek, ez a jelen, tehát valójában néhány napra ezelőtt fejeződött be egy kongresszus Chicagóban, egy olyan szervezetnek a kongresszusa, amelyik a logopédiát, az orofaciális mioterápiát képviseli, és húzza össze a különböző társzakmákat, akikkel együtt dolgozik, és ebben a körben ez már alapvetően egy tudva levő dolog, hogy nagyjából különböző területeknek együtt kell működnie. De kik ezek a területek? Mi ennek az egész kezelésnek a célja? A kollégámmal beszéltünk itt a kezelés elején, hogy egy jól irányzott kombinált tréninggel akár a látás is javul egy páciensnek. Tehát valójában, hogy ennek a mechanizmusnak mi még nem tiszta, de az biztos, hogy valójában ennek a kezelésnek az a célja, hogy a páciens visszahozzuk az egyensúlyából. Tehát nyilván van egy olyan páciens, aki így dől és megkapja a Foxwise-ok készülőket, a Foxwise kezelés egészen más elő fog menni, mint az, aki éppen középen van. Tehát alapvetően az egész társ szakmai együttműködésnek az egyik nagy feladat az egyensúlyra hozás, a páciensnek egyfajta feltöltése lesz. Kikből álljon? Nehéz, ugye beszéltünk erről, hogy ma Magyarország logopédusnak hívják a logopédus, de más országokban van, ahol fizioterapeuták adják le ugye ezt a programot. Tehát el kell indulni egyfajta szakmai standardizálásnak, amiben kiderül, hogy mondjuk például Magyarországon, egy ilyen csapatban az orofaciális mioterápiát a logopédus fogja képviselni, amelyhez csatlakozik mondjuk valami társ terápia a test részéről. A tímek teljesen változóan állnak össze. Valahol a emberhiányban, mondjuk egy kisebb faluban, valaki igyekszik magára vállalni különböző funkciókat. És van, ahol lehetőség van különböző szakemberek bevonására. De az is kérdés lesz majd, hogy hogyan dolgozzuk ki a kezelési tervet. Ez a fajta team kommunikáció, hogy ki után következik, egy szerves része ennek. Erre ezt felismer, ugye 2-3 évvel ezelőtt hoztam létre egy szervezetet, ami egy picit most éppen alszik, ez a MIO FTT, ami épp a szakmai összefogás szervezete indult, most egy kicsit kimerült, és pont azt láttam, hogy az egyik legnagyobb kérdés, és nem csak itt, hanem nemzetközileg is, hogy amikor elindul a tímkezelés, aznak a szekvencia ki után következik, hogyan kommunikálunk egymás között, és ezért hoztam létre egy olyan applikációt, ami gyakorlatilag ezt a fajta tímkommunikációt támogatja, jogilag védett módon, tehát a páciens adatai jönnek-mennek, tehát ez egy fontos hiányzó láncszem ennek a tímkommunikációnak. Összességében azért elmondható, hogy ideálisan úgy néz ki egy fogszabályozó kezelés, ami funkcionális felfogású, hogy először a test kiegyensúlyozása indul. Ezt most logopédus végzi, testterapeuta végzi, vagy kombináltan végzik, de tény az, amit mutattam az előbb, tehát a testnek valahogy funkcionálisan vissza kell billenteni középen, mert egyébként a fogszabályozó kezelés tele lesz nem kellemes meglepetésekkel. És beszéltem a nyitott harapások kezeléséről, tehát nyilvánvalóan az elért eredmény stabilizálásával megint nem a fogszabályozó lesz a fő hangsúly, hanem a testterápiákon belért a logopédia. És akkor jönnek a kihívások, tehát amikor mondtam, hogy ez egy túlélő túra, hogy azt ismertük fel, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is, amikor azt mondjuk a páciensnek, hogy mi vagyunk a világ legfunkcionálisabb felfogási csapata, el kéne elmegy logopédiára, gyógytornára, analterápiára és fogszabályozásra, akkor a páciens azt mondja, hogy hát bocsánat, de hogyan mi lesz bele a gyerek programjába? Vagy hogyan mi lesz bele mondjuk a családi büdzsébe? És akkor jön a túlélő túra. Mert az derült ki, hogy itt mindenki szúros szemmel kezdje nézni a másikat, hogy akkor kit eszik meg. Mert ugye van ez a Huber jelenség, nem tudom, mindenki tisztában a Huber jelenség, ez a Huber, mondjuk ennek több jelensége is van Magyarországon, hogy a kormány győzött, de alapvetően a Huber jelenség úgy általában nem a taxiról szól, hanem arról szól, hogy egy új technológia, egy új valami hogyan képes szakmákat átalakítani kívülről, akár egyik napról a másikra. És valami olyasmit képzeljünk el, hogy mondok valamit. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy a légzés fontos. Ugye? Tehát a légzés fontos, hiszen addig, amíg szájon lesz az illető levegőt, a nyelv soha azért nem megy fel a szájpadlásra. Tehát jöjjön egy légzésspecialista. De hát ez már nagyon sok. Akkor a logopédia, vagy orofaciális mioterápia azt mondja, hogy jó, akkor átveszem a légzést. Tehát a légzés szegény már ott valahol van.
Jó, de akkor testkezelés is kell. Akkor ki a következő, aki domináns lesz? Most a fizioterápia vagy a logopédia? És alapvetően van egy ilyen elmélet, hogy nyilván a populációs elérés érdekében a sok éves képzést végző specialisták mellett létre fog jönni egy olyan ellátási szint, amit mondjuk egy tréneri szint, amikből nem sok éves képzése, hanem bizonyos terápiás szinteket lejjebb lehet vinni, ami zajlik. És akkor az egészet képzők el így, mivel ez a székes játék, hogy mindig egy egyszerűen kevesebb, és kívül a végét. Tehát alapvetően ez egy zajló folyamat. Tehát milyen lehetőségeink vannak? Az egyik lehetőség az az, hogy keresztképzésekben gondolkozunk. Tehát aki most logopédus, az mondjuk egy ilyen légzéstréninget elvégez, hogy ha már a légzés lesz az első áldozat, akkor bírjon egy ilyen képességgel. És aztán, ahogy a szakma alakult, tehát a keresztképzés az egyik lehetőség. A másik lehetőség olyan kombinált programok létrehozása, mint például a DISZMÁR, amelyik már egészében integrált testtartással, légzéssel, nyeléssel és hangképzéssel kapcsolatos dolgokat. Utolsó rész. Gyakorlatilag megérkezünk. Nagyon közel vagyunk a megérkezéshez. Arról beszélek, tehát egy dolgot el kell fogadnunk, ez a jelenlegi világ, ez a változásokról szól. Tehát itt a taxisofőrök is azt gondolták, hogy 2-3 generációt adják egymásnak a volánt, hogy ők majd nyugdíjasként taxisofőrök lesznek, pontosan a taxisok volánból mennek, vagy volán mellől mennek majd nyugdíjba. Egyáltalán nem így van most már, nem is biztos, mert hogyha most a Uber-t kipaterolhatjuk, lehet, hogy jönnek az önvezető autók. Tehát egy biztos, hogy valamilyen változás az orvosláson belül is van, hogyha Uber jelenséget nézünk, vannak cikkek az orvosláson belül viselhető eszközök miatt, elég komoly munkanélküliségre számítanak bizonyos elemzők. Tehát hogyan tudunk erre felkészülni? Az előbb említettem, ez a bizonyos keresztképzés. Tehát egy biztos, hogyha szakmák összeolvadnak, akkor vagyunk versenyképesebbek, hogyha keresztképzésekkel bírunk, vagy olyan programokkal, melyet integráltan tudnak előkészíteni. Tehát úgy fogjuk fel, hogy mi vagyunk a specialisták, akik mindenféle, tehát mondjuk agyisérést követő beszédrehabilitációt tudunk foglalkozni, de egy olyan alapozó tréninget is bírunk, ami ennél sokkal lájtosabb dolgokat is tud kezelni. És van még egy. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a folyamat zajlik, ez a változás zajlik, ezt felfoghatjuk fenyegetésként is, de valahol egy lehetőségként is. Tehát hogyha közösségek alakulnak, ugye most a változás arról is szól, hogy különböző közösségi mozgalmak vannak, most nem a Facebookra gondolok elsősorban, Mi utcán mozgalom, közösségi közlekedés, egymásnak segítünk. Tehát van egy társadalmi szinergia, társadalmi összefogásba irányuló jelenség, és hogyha szinergiáról beszélek, akkor egy picit hadd vegyek egy példát a színek világából. Tehát egyik a fehér szint, a gyógyítás színe, de az nem egy három szín. Az három színek a keveréke. És a szinergiát tekintve valójában, amikor a szinergiáról beszélünk, az, ami éppen látható, magában tartja az alkotóelemeinek az erejét is. És valójában miről beszélek? Arról beszélek, hogy beszélek ugyanez az EMS-nek üdvő szervezetről, fantasztikus publikációk vannak arra vonatkozóan, hogy orofaciális mioterápia agyisérültek kezelésében, Parkinson, Alzheimer, vérnyomás, szemproblémák. Tehát itt most arról beszélünk, hogy bizonyos eléggé non-invazívnak nevezhető beavatkozások milyen komoly sikerre számítanak. És ugyanez igaz a légzésterápiákra. A Buteyko központi klinikáján Oroszországban 200 különböző betegséget kezelnek légzésterápiában. Tehát mi van akkor, hogyha ezek a testterápiák, ami a test kiegyensúlyozásáról szólnak, beleértve a diafragmákat, beleértve az orofaciális mintát, beleértve a hangot, sokkal többre képesek, mint amit most azt gondolunk, hogy a low-beta tankénnel szerepel. Tehát akkor valahol egy új orvoslást azon képzel. És picit kitekintek arra, hogy az orvosláson belül van egy másik orvoslás, legalábbis egy felfogás, amit úgy hívnak a funkcionális orvoslás. A funkcionális orvoslás azt hirdeti magáról, hogy nem csak a tünetekkel, hanem az okokkal is igyekszik foglalkozni. Valójában a funkcionális orvoslásnak 4 alapeleme van. Testegyensúly, a pszichoszociális egyensúly, táplálkozás és méregfenyítés és a környezetgyártások. Nem valami egetverő újdonság, de egy rendszer. Ebben a rendszerben illeszkedünk most mi. Legalábbis a logopédia, mint orofaciális egyensúly, fizioterápia, mint testegyensúly. Tehát ennek a doboznak a képviselői vagyunk, és így tudunk egy új orvoslási részeként tevékenykedni. Az, hogy most ezt a
ellátási piramis, most belekeverjük-e vagy sem, ha megkérdezzük, hogy hogyan lehetne jellemezni az ideális gyógyászatot. Tehát azt mondjuk, hogy most letakarítjuk az elménket, és csak megfogalmazzuk azokat, hogy mitől lenne ideális egy orvoslás. Olcsó, átlátható, most azért az értemben, hogy nem számtalan specialistához kell elmenni, minimál invazív, kevés mellékhatással, széles körben elérhető a társadalom számára, a populáció számára, alkalmas megelőzéssel és terápiára egyaránt, tartózta a hatásra és bevonja a pacienst. Ez lenne az ideális, ugye? És valahogy ezt csináljuk. Tehát amit elmondtam, azok a publikációk, amik a logopédiát támogatták, orofaci és mioterápiát, végzést és ezeknek a színeit is hatását, ez valahogy egy új orvosásnak az alapja. És amikor azt mondtam, hogy a fogszabályozás elért egy határhoz, amikor gyakorlatilag legalábbis most nem akarok nagyon nagy szavakat használni és túlságosan kitekinteni a szakmámból, de egy dolog biztosan tudok, a fogszabályozás elérkezett arra a pontra, amikor be kell lássa, hogy önmagában ez egy artificiális rendszer volt, itt nincs rendszer. Tehát ez nem rendszer, ez a rendszer. Tehát gyakorlatilag olyan van, hogy nincs fogazati egészség, nincs szájüregi egészség és nincs harapási egészség. Egyetlen egy egészség van, és ennek egy orvoslás kéne megfelelni. Tehát egy átlátható rendszerbe kéne integrálnom az összes dolgot, amit csinálunk. Ez egy Uber jelenség lesz, nyilvánvalóan lesznek orvosi szakmák, többek között fogszabályozás, amelynek áldozatozási. De valójában az a funkcionális fogszabályozás, amit én képviselek, amelyik az egész testet figyelme veszi, az része kell legyen ennek a kroniozatés funkciós medicinának, aminek a logopédusok is részei, és ez bele kell igyezkedjen ebbe az interdisziplinális funkcionális medicinában. Tehát én azt mondom, hogy ez csak is külön így lehet elképzelni. De nem léteznek önálló egészségek. De se egészség. Nincs egy se egészség. És igen, hogyha ez így létrejön, akkor azt gondolom, hogy létrehoztunk valamit, ami minimál invazív orvoslás, közösségi orvoslás, minden olyan dolgon megfelel, ami minket képessé tesz arra, hogy bármilyen változás lesz a világban. Valójában van egy képesség a kezünkben, amivel képesek vagyunk a paciensek vérnyomását, látását, és bármit olyan szinten rendezni, amit teljesen kikacsint abból a dobozból, amiben bezártuk magunk. Milyen változások lesznek hosszú távon? Sok. Változnak a szakmai határok. Tehát mikor ez a bizonyos Uber jelenség, vagy a kishal megesző nagyhat, vagy a nagyhal megesző kishat jelensége, biztos, hogy szakmai határok húznak át egymásba. A légzést most éppen meghamizza a logopédia, és nem tudjuk, hogy ki lesz a következő. Vagy új integratív szakmák jönnek létre, vagy eltűnnek mások. Ennek meg kell felelni az oktatásnak, a szabályozásnak, és a prevenciós program. Ez nagyon lassú. Tehát nyilván ami a szabályozás, mindig az lesz a leglassabb. Erre a példát a drónokra szokták mondani. A drónok repkednek össze-vissza, és így a szabályozás a drónokra. De amit kézzelfoghatóan meg tudunk valósítani mi, az az, hogy keresztképzéseken veszünk részt, kombinált tréningeket sajátítunk el, és az, amikor teamről beszélünk, tehát a team kommunikációt tegyük hatékonyá, és hogyan tudjuk integrálni a pacienst hatékonyan. Tehát nagyjából ez az az üzenet, amit én szeretnék átadni. Legvégül, tehát összefoglalva, Magyarország híres a kerítésekről. Ugye volt egy időben, amikor bontottunk, most építünk, de ugye mi a mottoja a nyitott kapu, ugye? Tehát most tegyük azt, hogy ez egy nyitott kapunak a szimbólum. Ami két dologgal jár, ugye ez az egész vadkapitalizmus, aminek hirtelen 2004 környékén részei lettünk, a szabadságot és szabatosságot jelent egyaránt. Tehát valójában beszéltem egy folyamatról, ami zajlik, tehát ez nem illúzió, ez egy abszolút a zajló folyamat. Tehát van valami, aminek még nincsen törvényszerűség. Említettem ott, hogy kell egy csapat, ki után következik. Ez nem Magyarországon kérdés, ez mindenhol kérdés. Van, ahol osztalpatának tudják a magyar terepet, vagy valaki dolgozik osztalpatával és meg kiropraktorral, nem tud, valaki tudja a különbséget, ennél nem. De mind a kettő dolgozik a testtel, hogy mit várunk el a testterápiától, mit várunk el a logopédiától, mit várunk el a fogorvoslástól. Ez a dolog zajlik. Valóban egy lehetőség is, hogy közösen alakítsuk ki ezeknek a szabályait. Nem győzöm hangsúlyozni, a lehetőség a kezünkben van. Tehát itt ez egy olyan lehetőség, amit bármikor tudunk használni. Tehát a logopédia, a paciensekkel való gyakorlatokon alapuló gyógyászat, az mindig a lehetőségünk lesz. Volt egy pár tanfolyam az életemben, ahol elmentem, és nem tudtam másképp tevékenykedni otthon. Azt gondolom, hogy ez a folyamat is ilyen. Tehát amikor az ember megismeri, hogy az arcaszimetria,
az nem a csontokról szól, az egy testi húzásról szól, akkor nem tudom, ha holnap visszamenni és mindenkinek műtőket ajánlani. Tehát alapvetően kinyílt egy doboz, amit már nehéz visszazárni, de közösen viszont meg tudjuk határozni a törvényeket, meg tudjuk határozni ennek az új szakmának a határait. Tehát remélem, hogy ez az utazás feltöltött önöket élménnyel, és további szép napot kívánok!